Friss termékekkel és akciós árakkal várja vásárlóit a belvárosi ABC. Kiváló minőségű tőke és baromfi húsok, szalámik, felvágottak és füstölt húsáruk széles választéka. A hűségpontok most sokat érnek. Lepje meg szeretteit minőségi plüss figurákkal. A karácsonyi nagybevásárlás sosem elég korán kezdeni. Többféle szaloncukor között válogathat nálunk. Jöjjön és vásároljon a belvárosi ABC-ben. Adventi vására Hitszín virágóvodában a szülők és az intézmény dolgozói készítették a vásár fiát. Mikulás a bölcsödékben és az óvodákban az önkormányzat csomagjait osztották szét a gyermekeknek. Városi advent, fellobbant a második gyertyalángja. Téli rezsicsökkentés, döntött a kormány a támogatásokról. Füzesabonyi civil kerekasztal, jogi és pályázati segítséget nyújtanak. Kertbarát évzáró, mozgalmas évet tud maga mögött az Egyesület. Kisbocs Mikulás, a Szihalmi Magyar Tárházba várták a családokat. Disznótor mezőtárkányban, a faluban élőket házi sertésételekkel vendégelte meg az önkormányzat. Átadták az egri minaretet, 300 millió forintba került a műemlék felújítása. Hagyományőrzés gyermekeknek, csürdöngölő találkozó a megyeszékhelyen. Ritka képek egy magángyűjteményből, kortárs kiállítás a Kepes központban. Köszöntöm nézőinket, Önök a Városi Televízió hírmagazinját, a Heti Krónikát látják. Ismét megmutatkozott, hogy mennyire ötletesek a Hétszínvirág óvoda óvónői, dajkái és a szülők, ha összefognak. Múlt kedden nyílt meg a kézműves adventi vásáruk, amelyen saját készítésű vásárfiát árultak. A Makmarc és gyerekek hagyományőrző műsorával, valamint versekkel nyílt meg a Hétszínvirág Alapítvány kézműves adventi vására. Már megszokott módon, ahogy 9 éve rendezzük meg az adventi vásárt, és a megszokott módon már nagyon jó bevált módszerrel dolgozunk. Minden vásár előtt tartunk egy munkadélutánt, ahol a kedves szülőket meghívjuk, hogy jöjjenek segíteni, ajándéktárgyakat készíteni. Aki nem tud eljönni, nagyon sokan hoztak a szülőkbe, otthon dolgoztak, és hoztak be árut. És a Dajka néni, gondozó nénik a bölcsödéből, óvó nénik, mindenki összefogott és dolgozott, hogy ennyi sok áru összegyűjjön, és ennek a bevételét a gyerekekre fordíthassuk ebben az tanévben és nevelési évben is. Idén is sokféle portékával várták a vásárlókat. Van varrott dolog, párnák, babák, illatzsákok, vannak papírból dolgok, festett üvegek, felsorolhatatlan, nagyon-nagyon sok minden, és változatos dolog, és szebbnél szebb dolgok, úgy gondolom, hogy mindenki talál kedvére való kis ajándékot. A vásár bevételét elsősorban programokra fogják fordítani. Pápszínházat, zenés játékszínházakat, esetleg kirándulást, amire majd igény érkezik a óvónők részéről. Azt fogjuk, nagyobb tárgyi befektetésünk most úgy gondolom nem lesz. Ezekre fogjuk költeni. Minél színesebb legyen a gyerekek élete. Szent Miklós napján minden csoport ajtaján bekopogtatott a Mikulás a bölcsödékben és az óvodákban. Az intézményben több mint 100 az önkormányzat által felajánlott Mikulás csomagot osztott szét a gyerekek között. Ráadásként a falusi óvodában a Pöttömke Alapítvány jóboltából játékokat is kaptak a gyerekek. Come.
édes, kedves Mikulás, köszöntünk most téged, eljöttél az idén is, ahogy megígérted. Látjuk, hogy a tartásod, te is áttól könnyed, rad le nehéz puttonyod, pihenj meg egy csöppet. Játékok, tehát a csoport minden Zorka. Tabja játszott vele. Csücsüljetek vissza! Meglátod, mert kirakja a szemben a szőnyöge, jó? De megfogom, múlt ide megfogom. Na, most tevedd el. Jó, jön a repülőt! Dávid, de akkor... Fellobbant a második adventi gyertyalángja vasárnap délután a házasságkötő terem előtti téren. A második gyertyát egy városból elszármazott fiatalember Bukta Zsolt gyújtotta meg. Füzesabonyban kezdte a pályáját, majd a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen folytatott tanulmányokat. Thank you.
kedves szeretteim! Amint jól tudjátok, közeledik a születésnapom. Megtiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnepséget rendeztek, és úgy tűnik, ez idén is így lesz. Nagyon sok ember vásárol sokat. Rengeteg a külön erre az alkalomra szóló rádió és tévéműsor, hirdetések, reklámok, és a világ minden pontján arról beszélnek, hogy születésnapom egyre közeledik. Igazán nagyon jó érzés tudni, hogy legalább egyszer egy évben sok ember gondol rám. Amint tudjátok, születésnapomra való emlékezés sok évvel ezelőtt kezdődött. Az első időkben még úgy tűnt, hogy az emberek értették, és hálásak voltak mindazért, amit értük tettem, de manapság egyre inkább úgy látszik, hogy alig akad, aki tudja az okát az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek az emberek, családok, barátok, és nagyon kellemesen érzik magukat, de valójában nem tudják, nem értik, és nem is keresik a valódi jelentőségét az ünnepnek. Emlékszem, az elmúlt évben is hatalmas lakomát rendeztek a tiszteletemre. Az asztal roskadásig tele volt ízletes ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Tökéletesen díszített helyiségekben sok-sok gyönyörűen becsomagolt ajándék várt a gazdáját. De tudjátok, mi történt? Engem meg sem hívtak. Pedig én voltam az ünnepség díszvendége. Mégsem küldtek meghívót. Miattam volt az egész összejövetel, a sok dísz, és minden egyéb, és amikor maga az ünneplés elkezdődött, én kívül maradtam, bezárták előttem az ajtót. Pedig be akartam menni, velük lenni, együtt ünnepelni. Kedves jelenlévők, karácsony közelettével mindenki hazatér. Az ünnep közelettével egyre jobban felerősödik bennünk az az érzés, hogy jó tartozni valahová, valakihez, jó hazamenni. Önök, akik évről évre itt vannak adventi estéinken, tudják, hogy az egyik gyertyaszál meggyújtására egy távolból hazaérkezőt hívtunk meg. Az idén Bukta Zsoltot kértük fel, akinek innen Füzesabonyból indult az életútja, és rövidebb kitérőkkel a Mohony Nagy Művészeti Egyetemre vezetett, ahol animációs tervezőművészként végzett. Ma egész estés animációs filmekben karakterrajzoló és animátor. Emellett fotografál, fest, és egy posztrokba zenekarban basszusgitározik. Zsolt művészetét közelebbről is megismerhetik, mert a Magyar Kultúra Napján kiállítása lesz itt Füzesabonyban. Most fölkérem Bukta Zsoltot, a hazatérő sokoldalú művészembert, hogy gyújtsa meg a város adventi koszorújának második gyertyaszálát. Thank you.
2017-18 év telén a téli rezsicsökkentésben nem részesülteket is támogatja a kormány. Országosan közel 2,5 milliárd forintot utalnak ki erre a célra még ebben az évben az önkormányzatoknak. Szeptemberben született kormányhatározat szerint azok a háztartások, melyek tavaly nem földgázt vagy vezetékes távfűszolgáltatást használtak, igényelhetik az egyszeri 12 ezer forintos fűtési támogatást. Ezt október 15-ig lehetett igényelni a települési önkormányzatoknál. Az igénylő háztartások számát megküldték a kormánynak, ami 2,5 milliárd forinttal támogatja a háztartásokat az idei fűtés szezonban. Számolt be róla Juhász Attila Simon, a Heves-megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP képviselője. Amely a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szól, és itt konkrét összegszerűségek vannak, hiszen a központi költségvetésben átcsoportosításokra volt szükség annak érdekében, hogy a települési önkormányzatok dolgi kiadás sorára ezt az összeget át tudja tenni az országgyűlés, illetve át tudja tenni a kormány, és itt mindösszesen 2 milliárd 465 millió forint átcsoportosítására került sor ezen támogatás keretében, és ezt kapják meg az önkormányzatok. Itt, ami nagyon fontos még egyszer, hogy az előzetes igénybe jelentett háztartások tudnak részesülni ebből a támogatásból, és mindösszesen 12 ezer forint annak a támogatásnak az összegszerű értéke, amely a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódik. Itt szűkebb pártjánkban, a Heves 1-es választókerületben összesen 2408 igény futott be, 26 millió 196 ezer forint értékben. De hogy megyei kitekintést is adjak erről a támogatásról, összesen Heves megyében a jogosult és az igénybejelentéssel élő háztartások száma 11.894 volt, tehát ennyi család kap egyszerűen 12 ezer forintos segítséget, és ez mindösszesen 142 millió 728 ezer forintos összegszerű támogatást jelent a családok számára. Juhász Attila Simon elmondta, az önkormányzatok feladata lesz, hogy felvegyék a kapcsolatot a tüzelőanyagokat biztosító cégekkel és szerződést kössenek. Az igénylők ezután az adott telephelyről el tudják majd szállítani tűzifát, gázpalackot, szenet, illetve brikettet. Erre 2019. december végéig lesz lehetőségük. Városunkban 38 bejegyzett civil szervezet működik. Ezeknek a vezetőit várja szerdánként a könyvtárba a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány. Az 5 alkalmas előadás sorozaton aktuális pályázati és jogi információkat kapnak a résztvevők. 200 ezer forintot nyert el a Nemzeti Együttműködési Alappályázatán a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány. A támogatásból 5 alkalmas előadás sorozattal segítik a civil szervezetek eligazodását a pályázati rendszerben, valamint felvilágosítást adnak az aktualitásokról és a változásokról. Az első előadást múlt szerdán tartották. A civil szervezeteknek egy rátekintése, egy pontos ismerete legyen arra a elmúlt 10 évben történt változásokra, és minden olyan dologra, ami az ő életüket adminisztrációs, adózási és egyéb munkajogi, önkéntes munkások foglalkoztatása, és sorolhatnám még tovább, milyen dolgokkal fogunk foglalkozni, és erről ismereteket szeretnénk átadni, hogy együtt, egy nyelven tudjunk beszélni, együtt értsék és egy jól értsük azokat a törvényeket, rendelkezéseket, amik természetesen úgy, mint egy vállalkozást, ugyanúgy egy civil szervezet is érintenek. A mai foglalkozáson egy jogászt hívtunk meg, és a 2011-es civil törvénnyel kezdünk. Tehát az alapoknál kezdünk, hogy egy civil szervezet működésében miről is van szó. Utána itt foglalkozunk a civil szervezetek, egyesületek és alapítványok alapdokumentumaival, így ugye foglalkozunk az alapszabályal, egyesületek alapszabályával, illetve foglalkozunk az alapítványok alapító okiratával. Tehát ez mind olyan dolog, amire fölépül az egész működés. A következő 4 előadás december 12-én, 19-én, január 9-én és január 16-án lesznek 17 órától a Városi Könyvtárban.
Múlt pénteken tartották meg évzáró rendezvényüket a Kertbarátok. Nagy László, az egyesület elnöke elmondta, mozgalmasan alakult számukra a 2018-as esztendő. Az Rényi úti közösségi épületben gyűltek össze a szép számmal a Kertbarátok évzáró rendezvényükre. Nagyon sok érmet, oklevelet szereztünk. Ez az év hasonlóképpen az alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően kertészkedj, művelődj, barátkozz, körhöz tartozóan végeztük a feladatokat. Voltak nagyon szép kirándulásaink, de ezek a kirándulások egyben szakmai jellegű kirándulások is voltak. Egerben például a Egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnél voltunk, ahol az igazgató tartott nekünk nagyon-nagyon csodálatos előadást, amiből igen sokat profitálhattak a füzesabonyi kertbarátok is. És ezt ott lehet lemérni, hogy már a kertjükben is alkalmazzák ezeket a dolgokat, amiket ott az igazgató elmondott. Az év során számos közösségi munkát végeztek iskolákban és óvodákban egyaránt. A Széchenyi általános iskolába egy olyan programba vettünk részt, ahol a gyerekekkel, a tanárokkal közösen végeztük ezt a feladatot, és nagyon csodálatos volt ez a virágültetés, ahol 500 virágot ültettünk el a város különböző pontjain. A civil rendezvények közül az október 23-ai értéktárnapot emelte ki. Az egyesület munkássága a helyi értéktárban is szerepel. Bemutattuk azokat az érmeinket, serlegeinket, okleveleinket, amelyeket nyertünk. És ezért bizony-bizony keményen megdolgoztunk, de úgy érzem, hogy érdemes volt. Ebben az évben is több gasztronómiai rendezvényen vettek részt. Ez egy egészségmegőrző program tulajdonképpen számunkra, mert törekszünk arra, hogy a gyümölcsöket, a zöldségeket egy-egy gasztronómiai területen is bemutassuk. Ilyen volt a bogácsi kamramustra, ahol rétest készítettünk, kolbászt töltöttünk, de nem hiányozhatott a zöldség, a gyümölcs és a különböző ivólevek sem. Ez volt bogácson. A nyár folyamán még voltunk Makláron, a 13. Kakas Fesztiválon, ahol hasonló jó finom étkeket készítettünk, és gyönyörűen berendezett sátorba mutattuk be ezeket. Itt harmadik helyezést értünk el, pedig egy elég erős mezőnybe végeztünk a harmadik helyen. A Kertbarátok jövőre is programokban gazdag évet terveznek. Szombaton a Szihalmi Magyar Tárházba újra eljött a Kisbocs Mikulás. 300 édességekkel megpakolt csomagot hozott magával az idén a füzesabonyi járásban élő gyermekeknek. Hull a fejhez fehér hó, jöjj el kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám édek hangja szár. Mit jelent neked a Mikulás, miért szereted őt? Azért, mert kedves velünk. Deák Laura ezzel a dallal várta a nagyszakállót a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület Mikulás napján. Idén 300 füzesabonyi járásban élő gyereket ajándékoztak meg. A rendezvény elsősorban a rosszanyagi körülmények között élő gyerekeknek akart egy kis örömet csempészni az életébe. Én úgy gondolom, hogy szükség van a rendezvényre. Mi látjuk az enneadok ételdobozunk kapcsán és a jó tündérszolgálatunk működése kapcsán, hogy vannak olyan családok, akik számunkra természetes dolgok is nagyon-nagyon ritkán jutnak az asztalra, úgyhogy sajnos el kell mondanom, hogy erre a rendezvényre, erre a Mikulás napi rendezvényre, arra, hogy még a mély szegénységben délután ki tudjunk menni személyesen a fogadtal, erre nagy szükség van, és azt kell mondani, hogy igen, ez kell, és ez igény. Szinte a füzesabonyi járás összes településéről látunk itt a jelenlétében regisztráltak a gyerekeket, és ahogy látom, hogy ki is léptünk a járásból, Egerből, Mezőkövesről, Miskolcról is érkeztek hozzánk vendégek, úgyhogy nagyon örülök és nagyon boldog vagyok, hogy a Kisbocs Mikulás ilyen szinten meg tudja szólítani a családokat, és úgy gondolják, hogy erre a rendezvényre érdemes eljönni. Én már most látom, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Arról, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, a Kisbocs 50 önkéntese és a Füzesabony Szihalom Szociális Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai gondoskodtak. Mint minden ünnepnek a
néphagyománynak, ennek is a Mikulásnak is a múltba vezetnek vissza a gyökereit, hiszen Kis-Ázsiában élt Krisztus után, vagy a 3.-4. évszázadban egy Miklós vagy Nikolaus nevű püspök, aki a gyermekeknek ajándékokat, pénzt adott, tette mindezt szeretetből is, puszta önzetlenségből. A jövőbe átültetett önzetlenséget és szeretetet szeretnék a mai nap tükrözni nektek. Számos programot szerveztek számukra. A gyerekeket meleg kaláccsal és meleg kakaóval várjuk, és a Stümmernek köszönhetően kis Stümmer csokikat is tudunk nekik adni, illetve a Füzesabonyi Szihalom Szociális Család és Gyermekületi Központ munkatársai is készítettek számukra ajándékot, hogy el lesznek halmozva ajándékkal. Utána kreatív sorokba készíthetnek különböző karácsonyi díszeket, amit hazavihetnek, és van egy fa, amit feldíszítenek, amit szintén majd egy hátrányos helyzetű család fog megkapni. És jön majd 11 óra 30-ra Egerből a Dottika kisvonat, és 30 percenként itt a faluban viszi a gyerekeket és a szülőket egy kis Mikulás vonatozásra. A jótékonysághoz az Egyesület idén ruhaadománnyal és játékokkal is hozzájárult. A rászoruló családok kiválasztották azok a darabokat, melyekre szükségük van. Miért fontos neked, hogy jöjjön a Mikulás? Azért, mert nekem. Én szeretem. És miért szereted őt? Azért, mert mindenféle jó ajándékot hoz. És idén mit hozott neked? Sok-sok Mikulás csomagot. Én nagyon várom. És miért? Azért, mert mindig hoz ajándékokat. És most mit szeretnél tőle, ha hozna? Egy játékuskát. A várva várt Mikulás édességgel megtömött zsákkal érkezett. Neve napján egymáshoz eljövünk, ami jó csak cselekedtünk, aranykönyvbe bekerül, hófehér havon siklik a szán, Donya is minket vár. A kis Bocs idén is gondolt azokra a gyerekekre, akik hiába várták december 6-án a Mikulást, de hozzájuk nem érkezett meg. 25 rászoruló családot látogatott meg Szihalmon a Mikulás feldíszített lovasfogatával. Ezzel csalva mosolyt a kicsik és egyben a szülők arcára is. Gyere, figyelj, valamit, gyere, gyere. Kellemes ünnepeket kívánok. Hagyományos disznótoros ebéddel várta a mezőtárkányi önkormányzat a falu apraja nagyját szombaton a művelődési házba. Volt hurka, kolbász, sült máj és vér is. Idén is népszerű volt a falubeliek körében a hagyományos disznótor. Szép számmal vettek részt rajta és fogyasztották a disznótoros ebédet. Úgy jött az ötlet, hogy saját nevelésű sertéseink vannak, és gondoltuk, hogy ebből illik megkínálni a falu lakosságát, ebből a jó minőségű sertéshúsból, és már több évvel ezelőtt, ahogy mondtam, elkezdtük ezt a kínálgatást. Először még a piac téren, szombat délelőtt kínáltuk a lakosságot, sátor alatt, beiglivel is megkísértük ugye a sült hurkát, sült kolbászt, azonban tavaly már a tájházunknál dolgoztuk fel a sertést, és ott vártuk a lakosságot, sült hagymásvérrel, sült májjal kiegészítve, egy kis tepertővel is megkínáltuk, akinek jutott, és hát oda is szívesen eljöttek az emberek, viszont nagyon rossz idő volt már tavaly is. Ezért azt gondoltuk, hogy ma a művelődési házban szervezzük meg a vendéglátást, az ebédet, tehát ide invitáltuk a felnőtt lakosságot, illetve a gyermekeket is. Külön a gyermekekre odafigyelve egy kis kreatív kézműves foglalkozást is készítettünk elő, és egy kis Mikulással is kedveskedünk a gyermekeknek. A disznótoron kívül az év során rengeteg rendezvény volt a településen. Mi mindig nagyon fontosnak tartottuk a közösségépítést, a rendezvényeket, tehát minden hétvégén szinte vannak rendezvényeink, akár még hétközben is. Nagyon sokféle pályázatot is írtunk és nyertünk e célból. Úgyhogy például a mai nap is egy ilyen pályázati segítséggel valósul meg, közös szervezésben az önkormányzattal, a Mezőtárkányi Tűzoltó Egyesület EFOPOS pályázatának is köszönhetjük ezt a eseményt, tehát az anyagi fedezetet ugye több forrásból biztosítjuk. Egyéb iránt pedig az iskolások, az óvodások is külön-külön eseményeken vehetnek részt. Minap volt például ugye a Mikulás nap az óvodában, ahol családokat vártunk és hívtunk, tehát a legkisebbek is bejöhettek, anyukák, apukák együtt kézműveskedtek a gyermekekkel, és együtt örültek a Mikulás ünnepnek. De lesz a nyugdíjasok
közösségének is külön karácsony este, az iskolások is külön töltik a karácsonyt, megint egy másik közösség, ugye egy kulturális műsor keretében, és lesz majd a falu karácsonya, ahol az egész falu lakosságát hívjuk, és hát nagyon szép teltházunk szokott lenni. Szívesen eljönnek a családok, az egyedülálló idősek is, hiszen van, akinek ez jelenti az igazi karácsonyt, amikor közösségben van, hiszen lehet egyedül tölti a szentestét, de itt barátok, kedves arcok, mosolygós emberek fogadják egymást, és mi is őket. Szép műsor keretében igazán ünnepivé tudjuk varázsolni ezt a szép eseményt, hiszen talán ez a legszebb ünnep az év folyamán. Átadták a felújított egri minaretet, ami a jövő év elejétől újra látogatható lesz a nagy közönség számára. A kormányzati beruházás tavaly kezdődött, és 300 millió forintból valósult meg. A minaret már 40 éve nem volt felújítva, most a magyar állam támogatásának köszönhetően szépült meg. Az ideiglenes megtámasztást, régészeti felterest, majd az alap megerősítését az épület renoválása követte. Az átadón Habics László Egel polgármestere elmondta, a város több törökkori emlékkel is büszkélkedhet, többek között a minarettel. Ezeknek igyekszik jó gazdája lenni. Hallatlan nagy öröm számomra, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT meghozta azt a döntést, hogy a minaret teljes rekonstrukcióját megvalósítja. Ez az egriek számára fontos épület, azt gondolom közel áll mindnyájunk szívéhez, és egy rendkívül bonyolult műszaki feladatot valósítottak meg, oldottak meg a tervezők, a kivitelezők. Én őszintén szóval nyár folyamán, amikor fölmentem kicsit ingó léprákon egészen a tetejéig, óriási élmény volt, megmondom őszintén, és láttam azt a szakmailag nagyon igényes munkát, amelyet a kivitelezők elvégeztek. Minden tiszteletem az övék, mind műszaki, mind szakmai szempontból kiváló munkát végeztek. És hát úgy gondoltuk, hogy ehhez az épülethez a környezetet is kicsit meg kell újítani. Dr. Juhász Roland vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár az ünnepségen elmondta, a kormányzat célja a múlt emlékeinek méltó megőrzése, nem csak a jelen, hanem a jövő generáció számára is. Az egri minaret felújítása azon példaértékű beruházások sorába tartozik, melyek az elmúlt időszak műemléki stratégiájának köszönhetően valósulhattak meg. A 300 millió forint értékű rekonstrukció végeredménye nem csak a város lakóinak öröm, de a térség turisztikai vonzerejére is jótékony hatással van. Néhány mondatban szeretnék most szólni a felújítás részleteiről. Ahogy polgármester úr is említette, nem csekély kihívás elé állította a kivitelezőket. A munkálatok a torony ideiglenes megtámasztásával kezdődtek, ezt mindenki figyelemmel kísérte, ugye az interneten nagyon sok elképzelés jelentek, hogy a visszaszámlálás követően mi történik az épülettel, a műemlékkel, de komolyra fordítva a szót. A munkálatok ezt követően a régészeti feltárásokat és a falkutatással folytatódtak, megerősítették az alapozást, majd kicserélték, rekonstruálták az alsó burkolóköveket. Ezek után javították ki a felső rész burkolatát, és újították fel a csúcsdíszt és az erkélyt. A padlószint a korábbinál hozzávetőlegesen egy lépcsőfoknyival feljebb került az eredeti építménnyel megegyezően. A statikai megerősítésen túl a minaret vízszigetelést is kapott. Az állami szerepvállalásnak köszönhetően a minaret épületének felújításával együtt annak környezete is megújult, ennek a forrását a város által. A térburkolat cseréje mellett új térelemeket is elhelyeztek. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott Eger és térsége országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, szép és megható, hogy még egy korona törökök és a magyarok egymás ellen harcoltak, ma már egyetértésben egymást tisztelve hajtanak fejet a múlt előtt. Tisztelt vendégeim! Most is komoly feladat előtt állunk. Továbbvíve az elődök, az ősök lendületét és alkotókedvét még szebbé és még jobbá kell tennünk a várost, amelynek a neve Eger. Éppen ezért összekötjük Egert a nemzetünk fővárosával, Budapesttel. Összekötjük Egert az autópályával. Az Eger-Budapest távolság így lerövidül, az út gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb lesz. Azt várjuk ettől, hogy még több turista és még több vállalkozás jön majd így Egerbe.
Az elkövetkező években emberek milliónyiak tudjuk majd megmutatni Eger szépségét. Tisztelt egybegyűltek! Közben ipari területet fejlesztünk, munkahelyeket teremtünk, nemzeti úszó- és vízilabda központot építünk, és sor kerül az egri vár történelmi léptékű rekonstrukciójára. Törökország mára kulcsfontosságú stratégiai partnerünk, amelynek stabilitása egész Európa érdeke. Nagyra értékeljük a migrációs krízis során vállalt török áldozatot, tisztában vagyunk a menekültek befogadása következtében Törökországra nehezedő nyomással. Tisztelt ünneplők! Ma Magyarország és benne városunk Eger egy olyan hely, biztos pont a világban, ahol a külföldi vállalatoknak megéri befektetni és megéri fejleszteni. Őrizzük meg közösen a múltat, vigyázzunk az Eger történelmének részét képező török emlékekre. A múlt értékeinek megőrzése mellett azonban építsük közösen a jövőt. Lehet közös feladatunk a turizmus, az energetika és az ingatlan fejlesztések területén. A minaret a jövő évtől várja a látogatókat. A csördöngölő találkozóra immár 7. alkalommal került sor a Szederinda Alapítvány szervezésében. A szemlére több mint 100 gyermek nevezett be népmese, népdal, gyerekjáték és néptánc kategóriákban. A cél idén is a hagyományőrzés volt. Tizennégy produkciót mutatott be az a több mint 100 gyerek, akik népmese, népdal, népi gyermekjáték és néptánc kategóriában neveztek be a 7. csürdöngörő találkozóra. Elsősorban óvodások és kisiskolások képviseltették magukat a szombati eseményen. Balog Ágnes, a Szederinda Alapítvány elnöke elmondta, ez a korosztály igen fogékony a népi kultúrára, a néptánc tanulásra. A csürdöngörő találkozó is ezt szolgálja. A cél az, hogy minél korábban megismertetni, minél kisebb korban megismertetni a gyerekeket a hagyományainkkal és annak ápolásával, hogy pozitív értelemben rászoktatni őket ennek a műfajnak a művelésére, hiszen értéket képviselünk, és ők is értéket fognak továbbadni. Mennyire kaphatóak a gyerekek a néptáncra? Azt gondolom, hogyha a szülők elviszik, mert ugye nyilván ez a szülő múlik elsősorban, hogyha elhozzák a gyereket és megmutatják neki ezt a lehetőséget, először mindig játékos formában kezdjük a néptánc oktatást, és játszani minden gyermek szeret, nem csak a gyerekek, a felnőttek is. tehát én azt gondolom, hogy igen, vevők rá, csak el kell vinni őket, meg kell mutatni nekik, és utána nagyon szeretik. A házigazd, a Szederinda néptánc együttes dunántúli eszközös táncokat mutatott be. Az Epreskertúti tagovodában több évtizede nagy hangsúlyt fektetnek a népi kultúra megismertetésére, a találkozónak rendszeres fellépői. Az idei rendezvényre a Palusz teljesség néptáncait hozták. Nagyon szép kulturális hagyományai vannak a magyar néphagyománynak. Nagyon sokat tudunk meríteni a magyar népmesékből, népdalokból, néptáncból. Tehát ez az első, amit a gyereknek én szerintem meg kell ismernie, és persze utána következhet a kifelé tekintés. Elég régóta vagyunk kapcsolatban már Balog Ágival, úgyhogy már 3-4 éve eljárunk erre a programra. Ami nagyon tetszik a gyerekeknek, nagyon szeretik, nagyon örülnek neki, hogy van ilyen lehetőség, hogy igazi színpadra fölállni, attól függetlenül, hogy nem ide készülnek a műsoraink, hanem óvodában játékra készülnek ezek a dalos játékok, ettől függetlenül élvezik a fellépést, és azért van bennük is az, hogy szeretik megmutatni magukat. A 46 éve működő Mikó Falvi Népi Együttes utánpótlás csoportja első alkalommal lépett fel a találkozón. Játékfűzést hoztunk el
ma ide egy 6 perces kis műsort, amit a kisebbek, nagyobbak is nagyon, nagyon élveznek, és nagyon szeretnek együtt táncolni és dolgozni. Miért fontos, vagy miért kell egy-egy ilyen rendezvény a gyerekeknek? Mit gondol róla? Én azt gondolom, hogy egy összetartó erő eleve az, hogy csapatban vannak, csoportban a szülők számára is nagyon fontos, hogy a gyerekek olyan rendezvényeken vegyenek részt, ahol népzene van, néphagyomány, ahol táncolnak, látják, hogy a többi gyerekek is mit csinálnak, és ők is részt akarjanak ebbe venni. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy nagy színpadra vigyük őket, ne csak otthoni kis berkeken belül táncoljanak, hogy többet lássanak, halljanak, hogy milyen is egy igazi népzenei világ, úgymond a falun kívül. A találkozó élőzenés közös táncházzal zárult. Márciusig látogatható az EGRI Kepes Központban az a tárlat, amit Zimányi László magángyűjteményéből állítottak össze. A Nahát című kiállítás egyben premier is, hiszen a gyűjteményt egyben még nem láthatta a nagy közönség. Az ön gyűjteményeből nyílik most itt kiállítás egészen márciusig az EGRI Kepes Intézetben. Honnan jött önnek az indítatás arra, hogy műgyűjtésbe kezdjen? Hogyan kezdődött az egész? A képzőművészet iránti érzékenységet valamikor nagyon ifjú koromban itt Egerben szereztem. EGRI 4. számú általános iskolában remek tanáraink voltak. A rajztanárunk is kitűnő volt, de más órák kapcsán is képzőművészeti vetélkedőket tartottunk. Ott kezdtem először gyűjteni, akkor kiadtak ilyen reprodukciókat képeslap formájában, beragaszgattam egy füzetbe, és hát ez volt az első gyűjteményem. Az érzékenyítés az itt következett be, olyan 10 és 14 év közötti időszakomban, és hát utána pedig mindig valahogy figyeltem az eseményeket, múzeumokba jártam, aztán utána kiállításokra jártam, és hát egy olyan 20 éve pedig elkezdtem vásárolni is képeket. Először kicsit a saját fejem alapján, utána egyre tudatosabban. Én is, mint a legtöbb gyűjtő, a 1950 előtti 10-es, 20-as, 30-as évek művei közül kezdtem el vásárolni, de utána valahogy egyre inkább megérintett a korunk, legalábbis a közelmúlt. És egy idő után azt vettem észre, hogy én a fiatalom koromnak az időszakát gyűjtöm, nem is annyira konkrét művészeket, hanem inkább ezt a korszakot. Tehát ezt a 1950 és mondjuk 1990-2000 közötti korszaknak a leginkább absztrakt, nem geometrikus, progresszív műveit. Mi volt az első műalkotás, amit megvásárolt annak idején? A legeslegelső műalkotás az egy korábbi időszakban volt. Volt nekem egy kedves újságíró barátnőm, akinek volt egy bolgár barátja, Dobrin Pejcsevnek hívták, és ő festőnek tanult itt Budapesten, és olyan 1976-ban körülbelül akkor vásároltam tőle az első képet. A sors fintora, hogy az a kép, ma sem tudjuk, hogy mikor és hol, de elveszett, úgyhogy nincs itt a kiállításon. Én sok művésztől egyenként viszonylag kevés képet gyűjtök, és azokat igyekszem, hogy jellemző, kvalitásos, fajsős művek legyenek. Elég sok kedvencem van, de a hátam mögött lévő Antai Simon kép az a kedvencek közül is kiemelkedik. Nagyon szeretem ezen kívül Nádler Istvánnak azt az időszakát, különösen amit hát én gyűjtök. És hát viszonylag sok kis plasztikát, szobrot is válogatok, és ott pedig a Vil Tibor és Sár Erzsébet házaspártól
viszonylag jelentős gyűjteménnyel rendelkezem. Mi az, ami önt megfogja egy darabban, egy műalkotásban? Mi az, amire ránéz, és azt mondja, hogy megtetszett, és ezt szeretné? Ez megmagyarázhatatlan számomra ma is. Ránézek, és akkor azt érzem, hogy tetszik, és hogy ez kell nekem. Lelkiekben önnek mit ad, hogy gyűjti ezeket a műalkotásokat? Milyen pluszt, milyen érzéssel tölti el, amikor egy-egy ilyen darab bekerül az öngyűjteményébe? Egy-egy ilyen jelentős, amit látok, Kepes alkotást is például a háttérben. Igen. Ezeknek az alkotásoknak valamilyen kisugárzásuk van. Tehát ezek nálunk egy jelentős része otthon a falon van, és amikor a déli napfény végig simít körbe a lakásnak a falain, és felragyognak a színek, a formák, abban a formában, amit csak így lehet látni, akkor az valami olyan melegséget okoz az emberben, hogy ez szavakkal, hogy mondjam, szinte ki sem fejezhető. Ön a kiállításnak a kurátora. Hogyan állította össze a mostani kiállítást? Rendkívül érdekes válogatás a 60-as, 70-es, 80-as évek zömében. Nagyon sok munka van itt, de kihagytunk bizonyos időszakot, ami ezt megelőzi, illetve hát különösen gazdag a gyűjtemény Sár Erzsébet és Wild Pál munkáiban. Itt nem mindent tudtunk kiállítani. De hát az igazi meglepetés tényleg az, hogy ő valahogy egyfajta átfogó képet igyekezett úgymond bemutatni a gyűjteményében, ami azt jelenti, hogy különböző irányzatok, felfogások megjelennek. Tehát egyrészt a rendezéskor számomra az volt az izgalmas, hogy be tudtam rendezni az első termet úgy, hogy ott egy picit ennek az időszaknak a legfontosabb előzménye, a szentendreiek köztük Vajda Lajos, Barcsai Jenő meg tudtak jelenni. Egy pici kép Kornistól is, Bálint Endrétől is van néhány munka. Tehát valahogy ez alapozta meg azt a fajta hatalmas nyitást és ilyen, hogy úgy mondjam, robbanást, ami a 60-as évek művészete, mert köztudott, hogy az 50-es években ugye a dogmatikus elvek nyomán meglehetősen szűk játszótere maradt a művészeknek, és az 57-es tavaszi tárlat után hirtelen minden megváltozott. Elsőben a legfontosabb az volt, hogy szóhoz jutottak az absztraktak, tehát akik gyakorlatilag hallgatásra voltak kényszerítve, azok újra elkezdtek alkotni. A gyűjteményben olyan művek is vannak, ami különösen nyilván meglepetést okozhat azon művészeknek az alkotásai, akik külföldre mentek, vagy már a 60-as években, vagy később. Mindig érdemes kiemelni, ugye manapság a toplista Európában Hantai Simonnak és Reigl Juditnak a képei, árban is, meg jelentős művészek, valóban ott vannak a Pompidouban, tehát a legelőkelőbb párizsi múzeumokban, gyűjteményekben, és hát itt most ez különleges lesz, hogy tőlük is van a kollekcióban. A teljes anyag, ami most itt látható, az 200 fölött van, a plasztikák, a szobrok, azok elsőben Sár Erzsébettől és Wild Tibortól, de itt van Szabó Tamás, vagy Fekete László, vagy Kemény Zoltánnak, Haraszti Istvánnak egy-egy munkája, illetve bent a teremben két festőnek egy-egy szobra, Földi Péternek és Bukta Imrének. A kiállításban, ami még talán meglepő, vagy nem a szokványos, hogy Zimányi László gyűjt fotókat a művészekről. Ezek művészfotók, tehát nem dokumentum jellege, hanem hírneves, mondjuk Balla Demeter, vagy Féner Tamás, vagy Vattai Elemér, tehát olyan fotográfusoktól, akik hát kicsit túlmentek egyfajta ilyen riportfotón. Amire én igyekeztem egyébként, amiatt, hogy ez egy nagyon heterogén ugye az anyag, ami érdekes volt nekem, hogy időnként tudjak ilyen párbeszédeket összeállítani. Tehát a Keseri Ilona mellett ott van Lantos Ferenc, akit nagyon tisztelt Ilona, és ugye ő évtizedeken át tanított Pécset. Tehát ott van egy személyes és nyilván egyfajta gondolkodásbeli kapcsolat is.
vagy ha mondjuk azt a teret nézzük meg, egy ilyen kis kabinetben a kiállításban megjelennek azok a politikai tartalmú művek, amelyek a 60-as, 70-es években születtek, amelyek tulajdonképpen már merészen kritizálták a szocialista rendszert, hogy úgy mondjam, játékosan, illetve komoly játékkal nyúltak hozzá azokra a szimbólumokhoz, ami a vörös csillag, vagy akár a trikolor. Hát egy másik teremben például pont, ahol Bukta Imre van, ott is nagyon érdekesek a kapcsolatok, hiszen Újházi Péter és Földi Péter között valami kapocs van, mondjuk a groteszk világlátásban. Tehát, hogy ebben az értelemben nyilván izgalmas, mert ha két kép elkezd beszélgetni, akkor felerősödik az a motívum, amit éppen a másik kép is tartalmaz. Nem is tudom, most így gondolkozom még, hogy nyilván itt, ahol Hopp Halász Károly, aki nemrég halt meg, vagy Major Kamilnak a munkája, itt is érezhető, hogy mondjuk itt elsősorban stilisztikai jegyek, tehát ez a color field, illetve ez a konstruktív felfogás az, amely összeköti őket. Tehát nagyon izgalmas mindig, mert tehát egy kiállításon mindig új arcukat mutatják a művek a kontextustól függően, hogy mi mellé kerülnek, és milyen párbeszédbe elegyednek a kortársakkal, vagy akár a őket megelőző nemzedékkel, mert olyan is van, hogy több évtized választja el mondjuk az egyik művet a másiktól. Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat megnézhetik a www.füzesabonytv.hu weboldalunkon és a Füzesabonyi Városi Televízió Facebook oldalán is. Én elköszönök Önöktől, viszontlátásra!